Köszöntöm a kedves nézőket, szép napot mindenkinek, ez a legfrissebb Turizmus Café epizód. Lehet azt gondolnunk, mondanunk, hogy ez a tavaszi-nyári évad első darabja. Jó kávézást önöknek, és élvezzék a beszélgetéseket, és tanuljunk sokat. Puckó László lesz az első beszélgető társam, Városliget ZRT, turisztika és vendégélmény szakértő. Ezt néha még puskáznom kell, mert annyiféle titulusod van, ami az élmény, legfőképpen az élményhez kapcsolódik. És itt közösen nosztalgiáztunk a kafé előtt, hogy hát ez már 3 év, ugye? A Liget projekt az már egy 3 éves dolog. Üdvözlöm én is a nézőket és téged is, András. Alapvetően ez már 10 év, tehát az első 10 évről beszélünk már. A tervezéstől kezdve, így van. A 3 év, 4 év az inkább a láthatólag nagy közönség számára is látható eredményeket mutató fejlesztési időszakról, vagy átadási időszakról beszélünk, hiszen azóta látszanak igazán a Szépművészeti Múzeumtól egészen a Néprajzig, hogy mi is történt a Városligetben. Kerestem régi beszélgetéseinket, meg riportjainkat, és az egy jó mondat volt, hogy újra pozícionálni a várost. Ezt nem 10 éve mondtátok, ezt egy pár éve mondtátok már, de hogy ez az egész rendszer, a Liget projekt, az hangsúlyokat áthelyezi a városban. Én ezt így olvastam. Ez valóban így van. Egyrészt megerősíti azt a hangsúlyt, amit a világörökségi pozíció azért megad a Hősök terének és környezetének, de a fejlesztés összetettsége és az egyes elemeknek a tulajdonságai mindenképpen egy egészen másfajta kaliberbe pakolják mind a Városligetet, mind az Andrássy utat, mind pedig magát a várost is, ebben valóban egyetértünk. Ez egy élmény szövet, ezt is tőled idéztem talán valahonnan, és mondtam neked, hogy meg biztos a nézőknek is van ilyen élmény, amikor az ember elmegy a Liget projekt mellett valahonnan, valamelyik határól úton, akár autóval, akár fölé száll valamilyen módon lehetőséget, akkor azt látja, hogy ez élettel telt meg. És azt gondolom, hogy alkotóként, tervezőként, élmény tervezőként, szervezőként, ez lett a legnagyobb élmény, amikor én azt láttam egyik reggel, vagy délelőtt, hogy futkároznak az emberek föl a lépcsősorokon, van csendes oldal, hangos oldal, még ezt majd mondd el, napoznak, piknikeznek, hát a játszótérről nem beszélek, mert az egyik csúcspontja, azt gondolom, a Liget projektnek. Szóval ez egy nagyon klassz. Van olyan hely, ahonnan te szereted nézni, figyelni, hogy él ez az egész szövet? Én mindenhonnan szeretem nézni, hogyha lehet ilyet mondani, mert mindenhol más. Tehát akárhányszor megyek én is, az elég sokszor előfordulok a Városligetben, az mindig más. Tehát más a közönség, más a lap beszűtési szöge, mások a felhők, tehát teljesen más minden alkalommal, tavasszal, ősszel, nyáron. Tehát nekem nincs igazán kedvenc pontom, mert mindenhol találok olyat, ami igazán érdekes, vagy akkor éppen a legkellemesebb számomra. A turistáknak, a nézőknek által van már egy új kedvenc pontja, ez a naplemente igen, pont. Igen, adjunk tippeket. Igen, adjunk tippeket. A Néprajzi Múzeumnak 2 épület tömbje van, és nem a műcsarnok felüli oldala, hanem a játszótér felüli oldala, amit szakzsargóban csendes oldal. Ez a diszkrét oldal. Igen, ez a diszkrét oldal. Annak a tetejére valaki fölül, tehát a lépcsősornak a teteje, az 92 lépcső, csak hogy nagyon-nagyon exaktak. Hát ez egy teljesítmény és kardiós edzés reggelenként. Onnan nézve a naplementét, hiszen pontosan a budai hegyek fölött, mely vagy mögött megy le a nap, az pontosan irányban van Dózsa György út, illetve a másik épülettömb, és ez egy nagyon különleges sziluettet ad, és nagyon sokan ülnek ott naplementét nézni. Na nézzük akkor, 10 év, 3 év, értem a megkülönböztetést, hol tart most ez a fejlesztés, és mi várható a közeli jövőben, akár hetekben, hónapokban? A fejlesztés halad természetesen, ahogy ezt ugye a Városliget ZRT alapítókörét is meghatározza, hogy mindent kell megcsináljunk a Városligetben. Még vannak látványos részei, kevésbé látványos részei, infrastruktúra fejlesztés, ez kevésbé látványos, de anélkül ezt a terhelést, amit említettél is, nem is bírná el a park. Tehát ezt úgy kellett terveznünk, hogy nem a korábbi kapacitás, hanem jóval nagyobb kapacitásra kellett terveznünk. Nem tudom, hogy ezt mondtad, hogy egy 7 millió, nagyon nehéz ezt mérni, mert igen, így van. De vannak azért olyan pontok, ahol mérjük a forgalmat, de igen, ez azért ez egy jelentős, igazán a épületek átadása óta azért egy nagyon jelentős változás. Tehát a fejlesztés ez szépen halad, és ennek lesz a közeljövőben több átadása is. Az egyik ilyen a Kressz Park, amely azt gondolom nagyon sok
sokunk számára, vagy sok gyerek számára volt kötelező helyszín, hogy ott, tanuljon, élmény, így van, hogy ott tanuljon egy kicsit kerékpározni, ez így van. Ez napok kérdése, és át fogjuk tudni adni újra, és ez egy tényleg ezt az elemet is egy olyan szintre hozzuk, amely azért egy másik nívót képvisel. Apukák figyelem, igen. És anyukák figyelem, és kutyások figyelem, és mindenki figyelem, mert ilyentől kezdve még több kerékpáros lesz a Városligetben. Hasonlóan május közepén, 18-án nyílik a Magyar Zeneháza Divák és Ikonok kiállítása, amely a londoni Victoria and Albert Múzeum kiállításának az első utazó verziója, tehát az a megtiszteltetés érte a Zeneházát, illetve minket is, hogy először utazik el a Victoria and Albertnek ez a gyűjteménye, és majd pedig szeptemberben a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása. Mindig kell valami kisebb-nagyobb attrakciót, látványelemet beemelni. Nyilván vannak állandó látogatók, van, aki sportolni megy, van, akit a rekreáció érdekel, van, akit a művészetek. Szóval mindig kell valami, ez jól ügyesen időzítve, el vannak helyezve ezek a bombonok, mindig a következő? Nyilván építőiparról most ne beszélgessünk, ez nem könnyű. A kérdésedre válasz az, hogy igen és nem, egyszerre. Tehát azért el fog jönni az a pillanat, amikor már minden bomban benne lesz a tálban, amikor azért a fejlesztési elemek készen lesznek, de addig azért folyamatosan adunk át kisebb-nagyobb elemeket. A közönségről azért azt látjuk, hogy nagyon sokan visszajárók, tehát a korábbiak is, akik a 15 éve is, vagy 20 éve is jártak a Városligetbe, azok is, akik inkább most fedezték fel, hiszen a fejlesztések eredményeképpen azért egész másfajta tartalmat és színvonalat képvisel, hogy visszajárnak, és a kedvenc helyük lesz, tehát én itt megyek inkább kerékpárral keresztül, és nem máshol. Biztos, ide fogom lehozni a kutyát, mert a kiskutyás parkban biztonságosabb, vagy mintha csak ilyen engedném. Vagy már az unokámat. Igen, vagy a családomat, vagy akit éppen hozok le. Tehát azért ez egy másfajta használati mintát is képvisel, mint hogy ez korábban volt. Van ennek mintája? Mert azt is mondják a szakemberek, te is mondtad, hogy azért ez egyedülálló, sőt kaptatok egy díjat, ez pontosan Európa legjobb vezető turisztikai fejlesztése díj, ezt talán kétszer is megkaptad. Ezt két különböző szervezettől kaptuk meg, így van, ez 2023-ban. 13, meg látod, 10 év. 10 évig ezt igen, 23. Valóban így van, hiszen ilyen típusú összetett fejlesztés létezik, hogyha az egy zárt park. Tehát olyanok léteznek, ami valamilyen élménypark vagy egyéb, de olyan, ami egy városi park, szövet, a város szövet részeként ilyen típusú fejlesztés valóban nincsen, és az, hogy ez fürdőtől állatkertig, kulturális események és helyszínekig mindent egybe képvisel, azért globálisan is nagyon kevés van, de és tényleg, de végignéztünk minden parkot, amely csak létezhet ilyen szempontból, és hát fél kezemen tudom megszámolni, hogy mivel lehetne ezt összeretni. Ennyi mindennek eltérő az ökoszisztémája. Ha már díj, akkor díjak. Csak röviden az elismerésekről. Hát azért megsoroztak benneteket az elmúlt időszakban. Ennek örültünk, ennek a sorozásnak határozottan örültünk, vagy örülünk. Most nem sorolnám fel az összeset, mert akkor itt ülnénk még néhány órán keresztül, ami szerencsére ez egy jó dolog. De alapvetően három nagy csoportba tartoznak a díjaink. Az első nagy csoportba az építészeti ingatlan típusú fejlesztéses díjak. A International Property Awards-on kaptunk számtalant, és az nem csak a projekt, hanem az egyes létesítmények önállóan is. Vannak szakmai elismeréseink, mint a legjobb zenei fejlesztés, vagy a rehabilitáció, tehát az örökségépület rehabilitációra vonatkozóan, akár a Millennium Háza, akár a Szépművészeti Múzeum, Román Csarnok, de vannak most már nagy közönségi díjak is, és ezek a turisztikai díjak, amelyeket te is említettél, amikor már a közönség is visszajelez, hogy ez valóban úgy gondolja. És azért, amikor megnéztük, hogy milyen más szervezetek, illetve helyszínek pályáztak ezekre a díjakra, azért ez nagyon szép azt visszajelzés. Az rangos, igen, komoly, valóban komoly világvárosok. Így van. A legszebb hónap, nem? Ez a május-június. Azt gondoltam, hogyha valamikor lehet beszélgetni a Liget projektről, amikor minden zöld, amikor minden virágzik, és ott vannak az épített létesítmények. Ez most a legszebb, a legjobb időszak. Nem? Ez így van, de máskor is zöld. Nem? Tehát ez nem csak tavasszal zöld. Tehát mindig de ez az akáciállat például azért mondjuk ilyenkorban. Így van, hát azért tényleg most látszik az a mennyiségű növényzet, amely megújításra került a parkban, vagy a rózsakert, amely
amely ugye 1500 rózsát tartalmaz a Millennium háza előtt, amely most kezd el virágzani, és ez tényleg különleges élményt tud adni, de valóban most tényleg nagyon, mostantól igazán nagyon szép és nagyon zöld a amúgy is zöld park, persze télen kevésbé, de ez ugye klimatikus kérdés. Utolsó dolog, a partnerek, ezt is kérdeztem tőled előzetesen, hogy jól kérnek a partnerek, akiket itt kapcsolatban vagytok, tudják, hogy mi minden van itt, és hogy mit kell megmutatni, milyen eszközön, milyen csatornán kell megmutatni? A partnerek jól szoktak kérni, legfeljebb nem feltétlenül tudjuk. Edukáltak tehát. Én azt gondolom, hogy a projekt legelejétől kezdve folyamatosan információkkal láttuk el a szakmai partnereinket, illetve lehetőséget adtunk arra, hogy eljöjjenek és megnézzék, hogy mi történik, hogyan alakul ez az előtte-utána állapotokat, mindig megmutattuk, és folyamatosan információkkal látjuk el őket, tehát jól kérdeznek. Ettől még azért a mi feladatunk mégis az, hogy olyat is mondjunk, amiért nem is kérdezne, mert nem gondolja, hogy arra van lehetőség, tehát ilyeneket mindenképpen teszünk termékfejlesztéssel, vezetett sétákkal, buszos látogatással, a megújuló weboldalunkkal, ahol külön B2B felület lesz, ahol elérhetőek lesznek a sales guide, vagy az értékesítés támogató anyagaink. Tehát, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk a kollégákkal, legyen ez buszos, beutaztató, szállodás, turisztikai szervezet, hiszen azért nagyon fontos, nem csak a helyi közönség fontos, hanem az ide látogató közönség is fontos, és őket csak úgy tudjuk igazán kiszolgálni, hogyha tudjuk, hogy mit kérnek. A Liget projekt az már bakancslistás hely, ugye Budapesten, lehet azt mondani. A Zeneháza mindenképpen az, tehát ha Városligetről beszélünk, mint olyan, akkor a Hősök tere, illetve a Széchenyi fürdő mindenképpen, ha nemzetközibe utazó forgalomról beszélünk, akkor igen, ebbe azért a Zeneháza nagyon-nagyon szorosan jön mögöttük, mint kötelező harmadik elem, és mikor a néprajzi megnyílik, akkor azért az is egy másfajta tartalmat fog képviselni, de alapvetően, ha úgy nézünk rá, mint City Park vagy Városliget, mint olyan, és nem csak mint projekt, akkor mindenképpen kötelező helyszínek vagyunk egy Budapest látogató, akár belföldi, akár külföld vendég számára. Jó, hát akkor legközelebb a Kressz Parkban találkozunk. Jó, és azért mondtam, hogy apukák figyelem, mert ezt apukáknak nem lehet kihagyni a kisgyerekekkel, az egy óriási élmény. Hozzá kerékpárt. A kerékpár, a roller és mindenféle lehetősége, meg kutyával, ugye? Így van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, László, én is. Városliget ZRT, turisztika és vendégemény szakértő volt a Café első vendége, és mindjárt folytatjuk Gajda Tiborral és párjával, Lencse és Tamarával. Hogyan értsük meg jól a vendégigényeket? Hát picit hajaz ez az előző beszélgetésre, szóval mindjárt folytatódik a Café. Köszöntjük a kedves nézőket újra, folytatódik a Café, a Turizmus Café, és ahogy ígértem, Lencse és Tamara és párja, Gajda Tibor vannak itt a stúdióban, és fontos a sorrend, mert Tibor azt mondta, hogy Tamara az első, ahogy ez régen szokott lenni, tehát akkor így jó volt most a konfam, ugye? Tökéletes volt. Na jó, akkor mondom a nézőknek a rövid összefoglalót, utána pedig megnyomom rajtot akkor a play gombot, és akkor onnantól kezdve mehet. Szóval a Büki gyógyfürdő, ugye, vezérigazgató, vagyis a igazgatósági elnök, ugye? Igen. Stimmel. Tamara pedig, most meg kellett fordítanom a sorrendet, szabadúszó, na most innentől mi? Specialista, tanácsadó, szakértő, nem szereted ezeket a kifejezéseket, azt tudom. Hogy fogalmazod meg magad a turizmusban? Nagyon nehéz kérdés, mert a turizmusnak én olyan területét választottam, ami nem egy speciális szaktudást igénylő, hanem egy komplex szaktudást igénylő valamilyen terület, amit nehéz definiálni, mert mi erősségünk talán az, hogy minden területet komplexen tudunk vizsgálni. Tehát alapvetően destináció menedzsmenttel foglalkoztam nagyon sokat, de hogy ebben szakértő lennék-e, az nagy képűségnek tartom, de nyilván a tudás az ezen a területen a legerősebb, illetve az egyes termékeknek a komplex vizsgálata. Szóval, hogy ezért nehéz megfogalmazni, hogy az ember ebben mi. Ráadásul, de ebben majd bele fogunk menni később, azért mi nem értékesítjük úgy magunkat, vagy nincsenek olyan vállalkozásaink jelen pillanatban, amiben én szakértői tevékenységet értékesítenék, tehát vagy magamat. Tehát nehéz. Volt, kastélyok, fürdők, projektek, nemzetközi projektek. Te láttam, hogy hozzád mi tartozott, hány országban, hány projekt, de nem ezzel kellett volna kezdenem. Most jön a bakis részt, figyeljetek ide. Jokerej, nem jól mondtam, ugye? Judo, tudtam, hogy hibázni fogok. Nem találtam meg, hogy mind a ketten judo mániásak vagytok. Nem így kell köszönni? Ezt írja az internet, Jokerej, Jokezarej. De nem találtam kiejtést, és senki nem mondta meg nekem, nem találtam judo szem. Hogy kell köszönni? Attól függ, milyen nyelven mondtad. Jó, hát már megzavarta. De hogy köszöntitek? Hát, ugye a menetek indulat, a Hajime,
Hát a Sajimet ezt a filmekből is tudja az ember. Igen. Ezért mondom, tehát hogy valójában ezt, ha a judo kapcsán egy szót érdemes megjegyezni az iponon kívül, akkor az legyen a Hajime. Szóval ilyen nincs is a Joker, hát lehet, hogy van ilyen, ezért az internet. A japán tudásunk azért korlátozódik a judoval kapcsolatos. Hát 1-től 10-ig megtanultunk számolni. Ezt igen, de attól fél, nem én tudom ezt jobban. Ha már 1-től 10-ig az övek színe az milyen? Azt is megnéztem, hogy honnan, hova tartanak az övek, de inkább kérdezem akkor az öv. Hogy nekem milyen övem igen, volt? 30 éve csinálod ezt már, ugye? Hát most már nem csinálom, de 6 éves koromtól volt néhány évtized judós élet, és ott, ameddig egy halandó el tud jutni a fekete övig, az egy danig ott, igen, ott azért megvan. Nekem megvolt. És akkor Tamara? Ez frissebb, ez az élmény, meg ez a szerelem, ugye a judóban? Köszönöm szépen. Én paksi vagyok, tehát nálunk azért, amikor Kovács Antal olimpiai bajnok lett, hát akkor olyan egyértelmű volt, hogy a judó az egy fontos dolog, úgyhogy én 2 évig judoztam, és a sárga övig jutottam. Úgyhogy én azért nem olyan ügyesen, mint a Tibor. Én ma fekete övet vettem föl, de ez nem jelent semmit ebből a szempontból egyébként. Nálam egy viszonylag egyszerű volt, mert én az Atomantival egy súlycsoportban judoztam, és ugye az Anti 19 évesen olimpiai bajnok lett, így ugye nálam annyiban volt egyszerűbb a képlet, hogy már egy magyar versenyt kellett volna legyőzni, ami egyébként nem ment. Tehát, hogyha az ember előtt már Magyarország egy olimpiai bajnok van, akkor ezt akartam mondani, akkor ott akár az ezüstérem is jelenthetett volna egy világ második legjobbját, de egyébként nyilván messze nem így volt, és ahogy az Anti rakta bele egyetemista éveiben is még a judóba az energiát, nálam már inkább ez a tanulás irányába fordult, és ez megmaradt egy hobbinak vagy szerelemnek. Hát ez elég tartós, de ez így jó. Beszéljünk majd Bükről mindjárt, jó? Kicsit hosszabban, meg a projektekről, csak felsorolás szerint, hogy mi mindent csináltatok, de tényleg csak egy percet áldozunk. Még ennél is fontosabb szerintem, hogy 2-3 gyereket neveltek, és a korosztályok az érdekes, mert 15 és 10 éves, ugye? És most jöttetek meg Madridból. És ha már azt ígértem, hogy vendégélmény, meg hogy érteni a vendéget, meg minél jobban érteni a vendéget, akkor az is érdekel, hogy a következő generációkat hogy értitek. Mert ti mit kínáltok a gyerekeiteknek, és hogyha hozzátok jönnek, mint attrakció fiatal generációk, akkor mennyiben más már a kínálat, vagy a szolgáltatás, vagy a nem mondját. Tudom. Pancsol. Az atmoszféra, mint egyébként. Madrid. Na, ez most jöttetek meg. Ugye egy lépés távolságból ugye vannak ezek a generációkutatós megközelítések, hogy ez a miért nem értjük a következő generációt. Igen. Tehát, hogy ahogy a mi szüleink sem értettek minket, úgy valahogy lehet, hogy az a normális, ha mi sem értjük a gyerekeinket, de lehet, hogy mi még kevésbé értjük a gyerekeinket, mint amennyire a szüleink értettek minket. És ennek a turizmus szempontjából legalább 2 aspektusban van komoly jelentőség. Az egyik nyilván a munkavállalók, a fiatal bejövő munkavállalók a turizmusban, hogy őket most értjük, nem értjük, máskottából zenélünk-e, a másik pedig nyilvánvalóan a vendégek, vendégként való megjelenésük is. És nevezzük ezt a saját igényszintjük más, mint amilyenk volt. Ugye hát hasonlóan fiatalok vagyunk, még volt esetleg úttörőtábori emlékünk, vagy edzőtábori emlékünk, ahol azért a komfortszint az meglehetősen alacsony volt. Na most a bejövő generációk sokkal kevésbé kompromisszumképesek, mint mi. Tehát, hogy mondjuk az anyagi lehetőségeikhez képest ez a generáció egyen jobb mobiltelefont, egyen jobb cipőt, egyen jobb farmert. Talán kevesebb sátorozik mondjuk. Kevesebbet sátorozik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a bejövő generáció az egy hét egy közepes minőségű helyen, vagy 3 nap egy magas minőségű helyenből simán elképzelhető, hogy inkább, vagy előbb választja a 3 napot egy jobb helyen, mint egy hetet egy közepes helyen. Ha. Igen. Mi azt szoktuk mondani, hogy döntsd el, hogy 10 nap Siófok, vagy 5 nap Balatonfüred. És akkor mind a 2 jó válasz, mind a 2 helyen mást kapsz, az egyiken 10 napot lehetsz, a másik napon 5 napot, másiken 5 napot lehetsz ugyanannyi pénzből. Tehát, hogy a saját gyerekeinknél is igaz ez, hogy az ő beugró igényszintjük is véletlen magasabb, mint akár a miénk volt ugyanennyi idősen. Vagyis sokkal jobban végig kell gondolni egy 3 napos akár városlátogatásnak is a programját. Nehezebb a küszöb
attrakciót megugrani, ami nincs baj, tehát hogy valójában... És el kell helyezni jutalomfalatkákat. Ez így van, vagy nevezük korrupciós pontoknak a családban, hogy ha jól viselkedtek, akkor nem tudom én akkor... Durva megfogalmazásokat. Ez hogy nézett ki mondjuk Madridban most? Néhány nap Madrid. Én amit látok rajtuk konkrétumként, hogy nyilván ez belőlünk is fakad, hogy kritikusak az út során, de ez nem leszólós kritika, hanem tényszerű megállapításokat tesznek. Tehát ők már úgy mennek szállodába, vagy egy attrakciót megnézni, hogy egyébként úgy figyelik azt, hogy most ez jó, vagy nem, vagy most az Audio Guide akkor volt magyarul például, vagy csak angolul tudják meghallgatni, érdekes-e, vagy nem érdekes, és nyilvánvalóan itt rengeteg aspektusa van ennek a fiatal korosztálynak, hogy két órán keresztül le tudja elkötni egy Audio Guide ezt a korosztályt, vagy nem. A mieinket egyébként érdekes, most már a 10 évest is le tudja kötni, a 15-öket nem mindig, nekik lehet, hogy mások ez a két óra, de egy átlagos tinédzsernek szerintem a két órás audioguide például már nagyon hosszú, ők nem így működnek. De ugyanúgy a szálláshelyen ők megnézik azt, hogy akkor kényelmes volt az ágy, vagy nem volt kényelmes az ágy. Láttak sokat ilyet. Sokat, igen, így. Ez a generáció azért, ha lát ilyet, akkor kritikus, és akkor ti, ha jól figyeltem az előző fél mondatra, akkor ti két kritikus ember vagytok? Inkább ez most nyitott fontos szemmel lesz a... járunk, szerintem nem a kritikus, hanem a tanulási vágy, hogy mit, hol csinálnak jobban, vagy kevésbé jól, inkább így mondanám. De bocsánat, hogyha lefordíthatom ezt a példát turizmus fejlesztésre, akkor hogy amikor mondjuk Neuschwanstein-be, amiről nehéz lenne nem azt állítani, hogy a világ top 30 attrakciójának egyike, hogy milyen hosszú a látogatói útvonal, akkor amögött azt mernénk gondolni, hogy azt ott helyben végig gondolták. És rémisztő, hogy 25 perc. Tehát a Neuschwansteini kastélyról azt gondolják az azt üzemeltetők, hogy 25 perc az a információ igény, ami jól átvihető a vendégeknek. De hogyha elmegy az ember Schönbrunnba, akkor két alap látogatói útvonal van, a kisebb meg a nagyobb, a kisebb 40 perc, a hosszabbik 70 perc, és a látogatók jelentős része a 40 percet választja. Tehát Schönbrunn kapcsán is azt gondolják helyben, hogy 40 perc lesz az információ mennyiség, ami átadható. Amíg topon van. Mert utána ne legyen hosszabb, és innentől kezdve ez egy valós dilemma, akár Magyarországon is, hogy valós lehetősége az, hogy egy egész napos programot kínáljon egy mondjuk egy műemléki környezet. És a trendek azt mutatják, hogy inkább nem valós, mint valós. Hogy nem a termékvágy gyengébbé, nem az interpretáció formája kevésbé minőségi, hanem alakul át a vendégigény, már talán a miénk is, de hogy a bejövő generáció figyelem lekötési lehetősége az drámaian megváltozott mondjuk egy ember öltő alatt. Ez jó, hogy mondod, mert azt ígértem, hogy én azt szűrtem le a veletek folytatott beszélgetésekből, meg amiket interjúkat kaptam, láttam, olvastam, hogy ti nagyon meg akarjátok érteni, és ezt fontosnak tartjátok, nem is csak, meg fontosnak tartjátok, megérteni a vendéget. Nem értem néha, hogy mit nem értetek még ti profi szakemberek a vendégeken, menjünk ebbe bele Bükk esetében, jó? A Bükki gyógyfürdő esetében. Azt olvastam, és nagyon diplomatikusan kell fogalmazni, hogy amikor átvetted, vagy átvettétek, akkor veszteséges volt, ugye? És aztán koncepciót váltottatok, magatokhoz vettétek a szolgáltatásokat, tehát nem adtátok ki, csóváld a fejed, ha nem igaz, a szolgáltatásokat, és azt mondtátok, hogy akkor mi inkább mi sütjük a lángost, meg mi sütjük a palacsintát, meg nem tudom, éttermet, vagy bármi mást, és onnantól kezdve nagyon hamar nyereségesbe fordult. És a másik dolog, ami izgalmas volt, hogy ti beálltatok állítólag mosogatni, meg sütni, nem tudom, palacsinta volt, meg vagy sós volt, vagy édes palacsinta volt, vagy lángos, ezt már nem emlékszem. Tehát, hogy mindent meg akartatok érteni, és nem értettem, hogy mit nem értesz azon, hogy most lángost kell sütni. Az egy kemény meló, az ember zsírszagú lesz, de mit nem értettetek, és hogy jött ez a változtatási igény? Hát én 2018-ban kerültem Bükkfürdőre, és azok még a Covid előtti békeévek voltak, 18 és 19 is. És nyilvánvalóan az egész megközelítésében talán tettünk fel kollégáimmal más típusú kérdéseket, mint amik szokványos,
ezeknek a fürdőknek is a könyveiben egy ilyen, ilyen mosolygos nulla környéki számok látszódnak. Pozitív tehát, nulla. Tehát látszólag egy egészséges termékről beszélünk. Viszont ha egy lépés távolságból nézünk akár egy fürdőterméket, egy szállodaterméket, egy bármilyen attrakciót, és úgy teszed fel a kérdést, hogy egyébként az amortizáció pótlására alkalmas-e az az üzleti működés, akkor a válasz az az szinte mindenhol a turizmus nagyon sok területén, hogy nem, vagy jellemzően nem. Mert hogy akkora jövedelmezősége nincsen fürdőnek, szállodának, attrakciónak, hogy a 5-10 év múlva szükségszerűen előjövő nagy felújításoknak is a fedezetét biztosítsa. Nem beszél a fejlesztésekről. Meg az újra is beszéljünk, hogy egyébként 5-10 évente, vagy a vendég igen sokkal gyorsabban változik, mint ahogy az infrastruktúra le tudja követni. Ez nem kérdés. És akkor, ha az ember elkezdett egy fürdőt nézni, akkor valahogy úgy nézett ki, hogy minden tevékenység, ami veszteséges, azt a fürdő üzemelteti, és minden, ami pedig pénzt hoz, az valamilyen furcsa oknál fogva ki van szervezve. És akkor ebből az elképesztő felismerésből következett az a döntés, hogy mi lenne, hogyha a házon belül tartanánk azokat az aktivitásokat is, amik hozzák a pénzt, és nem csak azt, ami egyébként viszi. És akkor így született meg az a döntés 19-ben, még nem tudtuk, hogy lesz Covid, nem tudtuk, hogy lesz energiaválság, semmit sem tudtunk, pusztán józan észre azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a vendéglátást is visszahúzna a fürdő saját üzemeltetésbe. Erről mindenki próbált lebeszélni minket, hogy egy állami önkormányzati cég egy 1 milliárdos vendéglátást, strandbüfét üzemeltessen, ez nem tűnik sem könnyű sztorinak, sem jó ötletnek, és aztán nyilvánvalóan mindez a Covid kellős közepén elindítva rémisztő időzítés volt, és hát akadozott is a működés, és akkor úgy döntöttünk a Tamarával, hogy nincs más lehetőség, mint oda menni, akkor még csak igazgatósági elnökként dolgoztam, tehát operatívan nem vettem részt a munkában, és hát akkor oda költöztünk nyárra. Mert azt gondoltuk, hogy nem lehet máshogy beállítani ezt a robusztus folyamatot, mint jelenléttel, megérteni a folyamatokat, hogy ne legyenek igazságtalan elvárások a kollégákkal szemben. Hát állandó jelenlét, és valamilyen módon részvétel, ugye? András, körülbelül úgy kell elképzelni, hogy nyitástól zárásig átlagosan 40 másodpercenként ki kell adni egy lángost, és másfél percenként egy pizzát. Nyitástól zárásig, ez ugye úgy néz ki, hogy a csúcsterhelés időszakában ezt az idő intervallumot felezd meg, és akkor ez a feladat. És ehhez képest kevés az ember, a diák, akivel együtt dolgozol, annak reggel mutatkoztál be, és onnan kezdett, hogy hallottam arról, hogy mi a kisfröccs. És ezért nagyon jó, hogy mondtad az előbb, és amikor rosszul kérdeztem, hogy nem elég részletes, hogy a gyerekek meg az új generáció, nem csak vendégben, munkatársban, hát az a lényeg, hogy a munkatársamat értsem, aki mondjuk 20 éves és egyetemista, vagy gimnazista. Kemény végén megfogja a munkát. Igen. Tehát, hogy mi kell az, hogy megértse. Képes-e jól dolgozni, képes-e ugyanazzal lendülettel, hozzáállással, mint adott esetben a mikorosztály. Jó, szóval volt Covid, volt energiaválság, sok minden más, de volt egy fél mondatot Tamara, hogy az elmúlt 5 évben itt minden megváltozott. Tehát te még messzebb mentél vissza. Mi sokat foglalkoztunk a desztinációknak a fejlesztésével, és azt is egy másik aspektusból közelítettük meg, és tényleg azt gondoljuk, hogy a fogyasztói igények változása nélkül, a részletes ismerete nélkül nem lehet jól fejleszteni, vagy stratégiában pozícionálni egy térséget. És mi ezt hiányoltuk sok helyen, hogy ezzel nem foglalkoztak olyan mélységben, ahogy mi azt gondoltuk, hogy ez kellene. Ráadásul nem csak a hazai területen változott meg a fogyasztói igény, hanem a nemzetközi verseny is rettentően megváltozott. Tehát a körülöttünk lévő küldőpiacok teljesen átalakulnak az elmúlt, hát most már 5-10 évben. Tehát drasztikusan új szereplők lépnek be, és a régiek sajnos morzsolódnak le. A régieknek nem feltétlenül tudjuk még megtalálni azt az alternatív kínálatot, ami őket megmozdítaná. Konkrétan a német piacon a 20 éveseket mi nem tudjuk megszólítani, nincsen nosztalgikus érzésük a magyar Balaton iránt, és nyilvánvalóan ezt a célközönséget nekünk pótolnunk kellene másik országokból. Egyértelmű, hogy a közép-európai országok nyitottak a közös kultúrális értékek miatt,
De közben azért Szlovénia, Szlovákia, Románia is kezd felzárkozni a turisztikai kínálatban, tehát nekünk a versenyhelyzetünk Magyarországon teljesen átalakul, hát látom, és mi ezzel... Fűdők, kastélyok, borászatok, Szlovákiában én is viszonylag sokat járok, szerencsém van, hihetetlen módon. Igen. Jöttek elő uniós pénzeket felhasználva, soha nem gondoltuk volna például, hogy borászatokban a szlovákok... Igen. Kvázi versenytársak lehetnek, de kastélyfelújítások, sok minden van. Illetőleg hát kommunikációban azért ők azért piacnak gondolják a magyar vendéget, tehát ha Budapesten vagy bárhol egyébként utazunk, akkor látunk szlovén vagy szlovák reklámot, osztrák. Most már az osztrák mellett, igen, tehát hogy nem csak osztrákot, hanem most már azért ezek az országok is megcélozzák a magyar utazókat, és miután közel van pár órás utazás, ezért sajnos ez egy versenyhelyzet. Hát igen, ennek a Covid is oka, mert a Covid után történt az, hogy csak rövidebb utak, autóval, biztonságosnak vélt helyszínre, és ez mindenképpen lendített ezen a régión és ezeken az országokon, hogy még inkább izgalmas az ő. De mi az, amit azt mondod, hogy ez előbb volt egy rossz gondolatom, hogy ez ilyen holisztikus szemlélet, de biztos nem tartozik ide, nem ugye, hogy de mindez egy attrakció, egy régióra másképpen nézni, ugye azt mondjátok, és azt is észreveszitek, hogyha valaki nem jól figyel, vagy nem jól fejleszti a terméket, vagy nem érti a vendéget, hogy ez ennyire bonyolult? Mert mindenki ezt mondja, hogy hát vendégélményt keresek, vagy felmérem. Szerintünk az újszerűsége, ahogy mihoz megközelítettük, még az MTÜ-ben is egyébként, az, hogy nem önmagában vizsgáltunk sosem egy attrakciót, vagy egy térséget, hanem mindig országos szinten összehasonlítva. Tehát, hogy mi a fürdőket is úgy vizsgáltuk, de erről Tibor tudna nyilván többet mondani, hogy a top 5 fürdőt egymáshoz képesti pozícióban vizsgáltuk, de a desztinációkat is. Tehát nem lehet minden desztinációnak ugyanaz az üzenete, mert akkor versenyeznek egymással. És miután a nemzetközi piacon ennek az országnak önállóan kell megállnia, ezért jól kell tudnunk értékesíteni kifele, hogy mi miért Gödöllőt áruljuk, vagy miért Gyulát áruljuk, vagy miért Sárvárt áruljuk, kinek áruljuk. Tehát eleve ott már le kell bontani, hogy elképesztően jól lehessen tényleg pozícionálni. De folytasd nyugodtan, hogy mi térségeket is a MAFA élesztéseit a 10 év múlva megjelenő vendégigényre kellene alakítani, és nyilván ebben már önmagában kellő bizonytalanság van, hogy mi is lesz 10 év múlva a vendégénél, Isten 20 év múlva. Tehát nagy fürdőt kell építeni, fejleszteni, közepeset vagy kicsit, hogy nagy a büki fürdő, vagy kicsi a büki fürdő. Hát vagy a gyógy. Tehát ma már egyáltalán, vagy a gyógytermékeknél. Akár a gyógytermékeknél, hogy akár a mi korosztályunk, vagy a bejövő korosztály hogyan viszonyul a gyógyvízhez, hogy a nagyszüleink korosztályának ez egész mást jelentett, mint amit akár csak nekünk jelent. És hogyha mégis kellene Budapest mellett mondani egy olyan termék alapunkat, amiben nemzetközi összehasonlításban rettenetesen jók vagyunk, az valószínűleg a gyógyvíz lenne, de mégis a saját gyerekeink korosztályának ez egy furcsa szagú valami, amiben ülnek idős emberek, és egy dolog biztos... Furcsa szagú, állagú esetben illat. És a gyerekeinek egy dologban biztos nincs az eszébe, hogy de jó lenne oda beülni. Jó, de hát nem is 20 évesen kell eszébe is, de ez az óriási kérdés, sok más, mert amit mondhatok, hát nem 20 évesen fáj majd a hát a derek akármilyen, nem a ti gyerekeiteknek fáj, majd fájjon 30-40 év, csak eljutunk oda, hogy nekik is fog fájni, akkor majd csak addig nem érsz rá. Tehát generációk maradnak, majd a németek mondják, ugye, hogy nem adnak el autót, vagy kevesebb autót adnak el otthon, mert a fiatalok nem akarnak autót venni, kimarad egy generáció. Itt nem maradhat ki a gyógyfürdőben generáció. Valamilyen módon akkor a mostani közép generációkat kell megtalálni, és olyan vonzó dolgot fókuszba állítani a számukra, vagy a 20 éveseknek, hogy mégis izgalmas legyen. Ez a kérdés, vagy akkor mondjátok, hogy mi? Azért az nagyon nehéz, hogy az átalakuló minőségi elvárás, tehát mint fogyasztói igény. A közfürdők ezt nehezen tudják lekövetni. Tehát, hogy nem is maga a gyógyvíz a kérdés, hanem az, hogy valóban 80-ad magaddal szeretnél-e bent ülni, és valóban olyan retro érzésben, mint néha tapasztalod egy-egy fürdőben. És nem a fürdők hibásak, hanem nyilván, amit Tibor mondott, hogy sosem termelték ki a megújulásnak a forrását, és ezért ez ilyen.
Hát ez nem a disznóülés. Hát annak volt egy romantikája, voltak generációk, akik imádták, meg most is imádják, de 20 éveseket elrángatni disznóvágásra sem, mert eszik meg, sem akarják látni. Igen, ez a fül lehet, hogy rossz a példa megint, de nekem most ez jutott eszembe. Biztos, hogy fájni fog. Igen. Kérdés, hogy azt a medencét te hova képzeled el? Ott, ahol ma van? Vagy otthonra, mert azt mondom, hogy kérem a te gyógyvizet. Hát vannak ilyen kutatások, csináltam ilyen beszélgetéseket, ugye, hogy a gyógyvizet valamilyen módon palackozni, akár szervesen. Ez megint egy más hangulat, ez olyan, mint az otthoniból, de ott vagy a pince látogatás. Igen, de a kádadban vagy, és így akkor nem másik 50 emberrel osztoztál. Hogyan lehet ezt privatizálni? Hogyan lehet privátá tenni, vonzóvá tenni? Plusz nyilvánvalóan az életkori összetétel mondjuk ennél a termék-típusnál sem feltétlenül kedvező. Tehát jelenleg, akik ma igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, ők vannak sokan. És a bejövő generációk pedig egyre kevesebben vannak. Tehát, hogyha még igaz is lenne az, hogy a mai 20 évesek 50 év múlva előállítják az akkori 70 éveseket. De matematikailag, igen, tehát biztos, hogy kevesebbnek, kevesebben lesznek. És egyébként ahhoz képest, mint hogy először akkor mész gyógyvízbe, amikor már fáj a hátad, hoz képest, hogy tudjuk az emberek gondolkodását átállítani a valódi prevencióra, hogy ebben... Hogy mit üzenünk azzal a kapcsolatban, hogy te a szabadidőd szűkösségét azt hogyan töltsd, hogy ez egy wellness hotel, egy gyógyvizes fürdő, egy aktív turisztikai termék, ebben még nem dőlt el, hogy egyébként a kereslet teremti meg a kínálatot, vagy a kínálat a keresletet. És jól érzitek magatokat most ebben a közegben? Nem vágytok másra? Két ilyen ember, két ilyen múlta, két ilyen szakmai tekintély, bárhol a világon eladható, mint termék, most akár így is kérdezhetem. Fölfuttattad. Szakmai tekintélyek vagyunk, mi ezt nem most én mondhatom, de én mondhatom. De mi nem gondoljuk így. Bárkivel beszéltem a szakmában, azt mondta, titeket mindenki ismer, téged régebb óta, mert ez csak az évgyűrűk miatt van nyilván, de Tamarát is, tehát, és az elvitathatatlan, nem soroltuk fel az összes projektnek, kastély, meg fürdő, meg hotel, ami a nevetekhez köthető, vagy a munkátok benne van. Szóval ez így most rendben van? Vagy mi a vízió? Akkor inkább így kérdezem. Látom, hogy elmerengtél. Mi a víziója? Mondjuk hát, nem egy fürdőben, szerintem a turizmusban. Tehát ahhoz, hogy ez olyan, mint a borkészítés, vagy a pezsgőkészítés, hogy a bor és a pezsgőkészítés között az a különbség, hogy a pezsgőkészítésnek az az értéke, hogy te minden évben ugyanazt a minőséget, ízvilágot állítod elő. Tehát minden feltételed változó, De ugyanoda jutsz el. A bor ugye annyiban más, hogy ott az évjáratok szépsége is működik. Most a turizmusban 5 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy egy vezetőnek az a feladata, hogy olyan szinten standardizálja a folyamatokat, hogy a termék az minden évben ugyanazt állítsa elő. És most már nem gondoljuk ezt, azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy te ugyanott legyél, ahol tavaly voltál, ahhoz már minden évben egy picit másként kell csinálnod mindent. Tehát az innováció az sokkal-sokkal fontosabbá vált, mint akár 10 éve, mert a vendégek kegyeiért való versengésben neked évről évre többet kell adnod. Tehát nevezzük, hogy az üzemeltetési logika mellett ugyanilyen fontossá válik az innovációs logika. Egyébként Dükön mi szétszedtük a munkaszervezetet is, tehát van az üzemeltetési logika, úgy szoktam mondani, hogy kinyit bezáradó bevallást ad be. Itt az a feladat, hogy mindenki minden nap ugyanazt csinálja, és mellé raktuk a nevezzük innovációs szervezeti rendszert, akinek pedig az a dolga, hogy minden évben 30-40-50 újdonsággal szólítsa meg a ma és a holnap vendégeit. Szilícium völgy. Na pontosan. Egyébként így működtek a nagy tech cégek is, hogy volt nyilván a gyártóbázis, ahol előállított, amit éppen gyártanak, de mellette 5-10 éves víziókban gondolkozott egy csapat, aki csak ezt csinálta, mert ő nem gyártott, nem lett volna ideje ugye gondolkozni. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk a nyugat-magyarországi fürdők, sárvármű biztosan, de kicsit zalakaros is, alapvetően a nagyon erősen függ a cseh piactól, hogy mi a térség üzenete 15 év távlatában a cseh piacnak. Tudjuk-e, hogy mit gondolunk arról, hogy mi az ajánlatunk? Sokkal jobban bele kell menni a küldőpiacok. Sokkal jobban. És különböző generációk fejébe, ugye? Tehát gondolkoztunk azon, hogy Bükön a moziba csenyelvű kópia.
Mert szerintünk a Welcome Home-nak ez egy fontos üzenet. Vagy most Bükön ott tartunk, hogy az nagyon kedves kollégámnak ki van adva, hogy 2025-től Bükkfürdő a cseh vendégek legjobb helye a világon. Ezt a feladatot kapta. Nem mondtam meg, hogy ez micsoda, hanem azt várom tőlük, hogy rakják mondják, össze. Mi az a 47 dolog, mi az a 47 dolog, ami miatt jövőre már igazzá válik, hogy a cseh piacon ezzel az üzenettel tudunk feléjük menni, hogy kellenek-e a nyári rendezvényekben cseh fellépők? Kell-e cseh nyelvű operett előadás? Nem tudom, de lehet, szép hogy lehet. Igen. De lehet, az hogy igen. Az engem vonzana egyébként. De lehet, hogy kell. Tehát, hogy ezeken a fürdő települések a vendégek felett külföldi. Az egy... Hogy megrázta az mondjuk Hévizet is, hogy annak idején, mikor bizonyos desztináció eltűnt, és rögtön leült a település, és az a hihetetlen előfeszítés, amikor ugye új desztinációk, új küldő piacok kellenek, akármi miatt háború, gazdaságiket, sok mindent eltűnhet egy generáció, vagy egy piac valahonnan. Bocsa, erre nagyon-nagyon sikeres példákat nem nagyon láttunk még, mert ez az elmúlt 3-5 év, ez azért itt van még, tehát igazániból a piacok sokkal lassabban épülnek vissza, mint ahogy el lehet veszíteni egyet. Tehát, hogy az osztrák piac, az orosz piac mondjuk Hévízen, vagy az osztrák piac és a cseh piac egyébként Bükön, vagy a lengyel piac és a román piac Hajdúszoboszlón vagy Gyulán, ezek mind valahol ugye jövőbeni kötszurkálások, és tehát egyik oda persze fontos, hogy az idei évi üzleti eredménye hogy néz ki egy-egy attrakciónak, de ennél sokkal fontosabb, hogy ma tudja megalapozni a 10 évvel későbbi termék alapját. Stratégiailag is, tehát szürke állományban is, attrakcióban is, és gazdaságilag is, ahogy ezt itt levezett. Ez így van. Amellett nem menjünk el, erre még kell, hogy legyen idő, mert itt bárki, aki a szakmából nézi ezt a beszélgetést, mondhatja azt, hogy jó, ez könnyű, de kikkel csináljam ezt meg? Ha már azt mondtátok, hogy következő generáció, nem tudom, hogy a HR az kihez tartozik, hogy tartozik, hogyan beszélgettek erről akár otthon, de hogy lehet egy gimnazistát, egy egyetemistát, egy frissen végzett turisztikai szakembert erre a fajta koncepcióra felfűzni, hogy ezt szervesüljön a fejükben? Én félve fogalmazok, mert én nem turizmus szakon végeztem, tehát hogy vannak ilyen kisebb, nagyobb betegségű az emberek. Azt az analóg példát szoktam hozni, hogy akkor azt mondja nekem valaki, hogy figyelj, nem tudom eladni az ingatlanomat. És akkor mondja neki, hogy figyelj, látatlanba 100 000 forintért megveszem. Ami azt jelenti, hogy egy másodpercre el tudtad adni. Az a nem eladható ingatlan. Tehát itt is azt gondolom, hogy ha versenyképes a csomag, aminek sok része van, akkor egyébként van ember abban a munkakörben. Ja, hogy sokat kell fizetni, sokat kell fizetni. Ja, hogy normális munkai környezetet kell teremteni, igen, normális munkai környezetet kell teremteni. Ja, szépen kell beszélni a munkavállalóval, szépen kell beszélni a munkavállalóval. Be kell, hogy jelentve legyen? Be kell, hogy jelentve legyen. Tehát eleve nevessük el azt, hogy egyébként a turizmusban lehet ember találni, mert ma is sok helyen találnak Magyarországon is, meg Ausztriában is, meg Szlovéniában is. Ha jobbak lennének, jobb lenne a csomag, mint Ausztriában, akkor az osztrákok dolgoznának nálunk, és nem a magyarok ott. Csak hogy nem megőrültem, hogy miért mondok ilyeneket, de ennek az állításnak az igazságtartalmával ne vitatkozzunk, maximum abban lehet vita, hogy ennek a realitása ma egyébként mennyire könnyen megugorható, vagy nehezen megugorható. Tehát aki ma többet tud fizetni a másik szolgáltatónál, azt tud válogatni a munkavállalók közül. Ez egy ilyen egyszerű. Voltam olyan négycsillagos, nem is olyan régen, nagyon jó fürdőben, ahol azért nem volt fizetős délutáni szauna szász, mert nem volt ember a dolgozók közül, aki elvállalná a képzést és megtartaná. Ami alsó hangon egy nagy fürdőben, negyed óra, fél óra, 50 000 forint plusz bevételt generált volna. És szezonokon keresztül nincs ember. Nincs más út, mint sokat fizetni. Tehát, hogy... Én azért talán hozzátenném, és lehet, hogy ez egy nagyon konzervatív vagy retro gondolat, de azért régen, bár a Steiger volt Krisztián most vitatkozna velem, de régen ugye az úgy működött. Az előbb egyik régen, legjobb generáció mutató, vagy a legjobb, nagyon szeretem. Régen úgy működött, hogy vegyesen voltak a kollégák, idősek, fiatalok ugye egy munkahelyen, és az idősek valamilyen formán egy picit úgy terelgették, tanítgatták
tanították a fiatalokat. Ugye most a Krisztián azt mondja, hogy valójában a fiatalok nem kíváncsiak annyira az időseknek a véleményére, hanem ugye ők most partneri viszonyt keresnek, tehát nekünk is változni kell, hogy őket partnerként kezeljük, de azt akartam csak mondani, hogy sajnos a mi területünk, a turizmus területe is egy olyan terület, ahol nem lehet iskolapadban mindent megtanulni. Egy alapképzést lehet adni, egy általános tájékozódást lehet adni a diákoknak, de amikor elkerül egy szállodába és egy adott munkakörben, vagy egy attrakción egy adott munkakörben kell jól teljesítenie, akkor sajnos elengedhetetlen, hogy legyen mentora, vagy legyen egy olyan valaki, aki őt inspirálja, motiválja, tanítja, tanítgatja, és pont a terület, vagy a térségfejlesztés, vagy a destinációfejlesztés, vagy az attrakciófejlesztés az a terület, amit aztán végképp csak így lehet szerintem a fiatalok számára vonzóvá tenni. És hogyha vonzó egyébként maga a munkakör is, és élvezi, ahogy a Tibor is mondta, hogy nem csak pénzt kell fizetni, hanem munkahelyet, jó munkahelyet teremteni, akkor szerintem vannak hadrafogható fiatalok a mai kínálatban. Azért nagy attrakció, hogy ne menjen át Ausztriába dolgozni. Hát meg, mi nagyon sokat beszélgetünk. Bocsánat, azért azt szoktuk mondani, hogy azért ott a osztrák minimálbér. Tehát, hogy azért az osztrák minimálbér környékére mennek a kollégák. Mi szoktunk beszélgetni Ausztriában a magyar munkavállalókkal, mindig kikérdezzük őket, hogyha oda megyünk, ez egy rossz tulajdonságunk. Én is az összes sípáján mindig az éttermekben mindenhol megkérdezem. És egyébként egyre rosszabb a munkakörülmény, tehát most már ott is sajnos az osztrák turizmusban is csökkentik a létszámot, és több terhet tesznek egy munkavállalóra, érzékelik. Még mindig 13. 14. havival, ha nettóban nézik, jobban megéri nekik, meg szokták ezt a fix jövedelmet, főleg ha mind a ketten kint dolgoznak és Magyarországon élnek, ugye ott a határ mentén bükk környékén ez jellemző, de már nem olyan... Tehát nincs az a szívó hatás, már nem érzik. Hát már nem duplája, triplája a fizú, hanem azért most már ki... Ha bejelentett, ha tisztességesen megfizetett, ez így, ha élmény, amit de ezeket tekintsük előfeltétlenül. Anélkül nem tudsz menni. Tehát, jó, még az utolsó bombon, akkor már ez a gasztró őrületetek, ugye? Tehát a gasztró is nagyon fontos, és akár lehet bükre is áttenni, hogy mit ebben sok élményből, sok tapasztalásból mit lehet bükön megvalósítani, mit kell megvalósítani. Értem, hogy a medencék, meg a környék attrakció, de mi legyen az étlapon? De bük egy közfürdő, ahol egy tisztességes strandbüfét kell üzemeltetni. Tehát ott szoktuk mondani, hogy ez a vendéglátás nem a lánykérés helyszíne, vagy a családi ünnepi ebédeké. Itt gyorsan, megfelelő minőségben elfogadható áron kell ételgyárat üzemeltetni. Itt nincsen helye annak, hogy nem tudom, akkor díszítjük az ételeket, mert ha valamit 20 vagy 40 másodpercenként kell előállítani, akkor ott igen, ezt azóta is gondolkozom, hogy lehet megcsinálni egy lángost ennyidat. Ez egyébként nincsen benne, de itt is olyan szempontból azért a fogyasztói igény értése az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a fürdővilágban a vendégek jelentős része az nem biztos, hogy éttermi vendég is, vagy nem biztos, hogy gyors éttermi vendég is. Tehát, hogy nálunk abból komoly konfliktusok vannak, hogy mondjuk a 3000 forintos tisztességes menü, az most drága vagy olcsó. És az, aki jár a gyors éttermekbe, és ahhoz képest a szemetet kapja 5-6-7000 forintért, az pontosan érti, hogy a 3000 forintos rendes ebéd az jó. Nem feltétlenül a szemetet gyors éttermi árut kap, igen. Igen. Hát oké, akkor te magadat kiszolgálva, majdnem te magadnak sütötted meg 7000 forintért. Hát ha elviszed kicsit drágább, árérték arány, most már csomagolás az nagyon megdobja. De árérték arány van, de ha csak az egészség oldalára nézem, akkor lehet, hogy nem volt teljesen vada jelzőhasználat. Tehát ha egyébként egy olyan vendég jön, akinek az alternatív életében ez az ételmi kínálat, vagy rendes étteremben költ 10 000 forintot egy étkezésre, akkor egyébként ő másként értékeli a 3000 forintot, mint ne adj Isten az a nyugdíjas, akinek egyébként addicionálisan csak a fürdő szolgáltatás igénybevétele az egyetlen nevező turisztikai költésének, és neki a 3000 forint pedig sokba kerül. Tehát, hogy ugyanaz a kínálati elem két különböző embernek teljesen más minőségélményt, vendégélményt, elvárást, elégedettséget tud előállítani. Ezeket mondjuk ilyeneken sokat beszélgettek, hogy mennyi legyen egy menü. 2024 nyara, bűki gyors, és akkor otthon az asztalnál azt, hogy 2-9. Sőt, lefele korrigáltuk. Ezt akartam, hogy ebben én vagyok érzékenyebb.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad eszeveszetten olyan infláció érte, vagy olyan áremelkedés érte a fogyasztókat, hogy én bennálltam a pultba tavaly egyszer-kétszer az elején, és akkor csatoltam vissza, hogy látom az arcokon, hogy inkább nem vesz még egy üdítőt, de ez már neki sok. Tehát mentálisan sok, nem nincs a zsebébe, hanem akkor kimondom, hogy 3000 forint egy sör, meg két üdítő, fél liter szóda, akkor látom rajta, hogy úristen, és még ötször el kéne jönnöm, ahogy egyébként ne halljak szomjan, és ez ennyibe kerül, és így kell egy kicsi önmérsékletet tartani. Ez is az elmúlt 5 év, hogy az emberek ugyanazért a pénzért többet szeretnének kapni. Tehát, hogy ez is átértékelődött egy picit, hogy a pénzhez való viszonya, legalábbis mondjuk egy picit árérzékenyebb fürdő vendégkörnek teljesen átalakult. Tehát, hogy sokkal magasabb minőséget vár el mindenki, ugyanazért a pénzért. Sokkal igényesebbé, sokkal érzékenyebbé. Ebben meg az is benne van, hogy az élménytől megfosztattunk valamennyi ideig, tehát van egy deficitünk, de közben a pénzhez való érzékenység. Ugye a nagy áruházak pénztárában érzem ezt mindig, mikor a pénztárs mondja az összeget, és akkor igen. Tehát, hogy ez ugyanaz az érzés. Milyen jó, hogy a Tamara megválaszolta azt a kérdést, amit én 30 perce föltettem, csak most megkaptuk azt, hogy miért kell beállni, meg miért kell érteni a vendéget. Mert ha ott bennálltál, és ezt hallottad, meg érzékelted, akkor lehet, hogy egy árképzés, nem most ez csak egy példa, és lehet, hogy rossz példa, de akkor ez a fajta érzékenység beépül egy döntési helyzetbe, és akkor már jobban tudsz a te vendégednek ott, abban a szezonban valamit kínálni. Ugye a vendéglátást alapvetően tulajdonosok üzemeltetik, tehát a Bükifülde ebből a szempontból egy picit speciális, hogy sem az állam, sem az önkormányzat a maga valóságában nem tud beállni. Tehát nálunk ez a típusú visszacsatolás kell, de egyébként a vendéglátó szektor szinte teljes részében ez adott, hogy a tulajdonosnak napi visszacsatolása van a vendégekkel kapcsolatban. Egyébként ez most egy picit enyhül, tehát a covidos évek, azok rettenet, ugye mindig nyáron, amikor nyitottunk, az rettenetes volt, tehát a olyan szintű frusztrációval érkeztek a vendégek, hogy még azzal is gond volt, amivel egyébként nem volt gond, most már egyébként ez normalizálódott, és azt gondoljuk, hogy a vendégek egyébként hálásak azért, hogyha szabadidejükben van kellő forrásuk, hogy jól érezzék magukat. Milyen lesz a szezon, milyen volt az első negyedév, ezt most már nagyjából lehet tudni? Az első negyedév ad optimizmusra alapot, tehát az, hogy a március végére becsúszott a húsvét is, ez az összeszolgáltatónál egyébként dobott a kedélyeken, dobott az árbevételen, dobott a vendégszámon, és hát a megyünk bele a nyárba, ott pedig nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz az idő, mi történik a foci EB-n, mi történik az olimpián. Bükön mi most elkezdtünk közös mesnézéseket szervezni a főtéren, ahol hát kellő optimizmussal meghirdettük a foci EB döntő magyar részvételére vonatkozó programot is. És lesz cseh operetter a buszomúton. Azt mindenképpen kíváncsi vagyok. Nagyon köszönöm, és örülök, hogy találkoztunk. Lencsés Tamara és Gajda Tibor voltak a Café vendégei. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer, a kedves nézőktől elköszönök, és már most jelzem, hogy a következő vendégpáros Bogyó István és a felesége lesznek majd Bogyó Szatmári Éva, két fiatal idegenforgalmi szakember, egyelőre pihennek, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő közös projektjük. Erről is szólunk majd a következő Turizmus Káféban. Köszönöm nektek még egyszer.